Szervusztok gyerekek, illan módon üdvözlök mindenkit. Ezúttal a mai első játszópajtásom a 1345-ös, szintén felújított KCV, hát hiszen már mindegyik felújított. Mivel ez nem első generációs, látjátok, nincs gumicsík fönn a eső elvezető peremnél, ezt már lehagyták róla, és Herbák Laci hívta föl a figyelmemet, Herla, hogy a 13-28-on a múltkori... Jaj, de jó! Mentől haladt el a Mező Imre úton, tehát a 13-28-nak még a általánostól eltérő pantográf a gyollós áramszedője volt. Ennek, mint látjátok, fél pantográf. Egyébként itt nagy erőkkel zajlik a villamos forgalom, jelenleg meg minden forgalom, szép nagy dugó van. Engem a keletiből küldtek ide félreállni, ugyanis hát 40 percet ácsorogtam az ötvös térnél. A baleset miatt tettem föl róla egy sortot, aki nem látta, nézze meg. És ide kellett félreállnom a baros kocsiszín mellé a rozsdás vágányra, ugye itt ezen a szép váltókomplexumon keresztül. És hát ilyen esetekben, ha a keleti vagy a Blaha irányából küldenek ide félre, akkor nem illik itt egyből közvetlenül visszamenni oda a fal melletti vágányra, hanem szépen kitesszük balra az indexet, elállítjuk kitérőbe a váltót, balra kanyarodunk a Kőbányai útra, és ott a Kő 21-nél a visszafogási lehetőségnél irányt változtatva visszajövünk a szemben látható ellentétes irányú megállóba, és itt ezen a kézi állítású váltónak a kitérő állásán szépen becsoszogunk oda a fal mellé, ahogy éppen láthatjátok is, miközben érkezik a 1354-es paripa. És hát ettem, ittam, mulattam, jól éreztem magam. Érdekességként, mikor én innen elmentem a megállóba a kisközértbe kajáért, akkor bezártam a villamost, visszaérkezvén nyitva találtam, hát érdekes mód nem volt rajta senki addigra már, hál' Istennek a táskámhoz nem fértek hozzá, mert a fülkébe bezártam az ülésre téve, hogy ne is látszon az utcáról, feltehetőleg az illetőnek fülke kulcsa már nem volt. Hál' Istennek, úgyhogy minden megvan rendben, és akkor itt is nézzünk egy fülkebelsőt, bár semmi extra nincs benne. Parancsoljatok, ez nagyjából ugyanolyan, mint most már jelenleg az összes többi KCV-vé talán. Nem igen látok zöld korlátosat az utóbbi időben. Zöld kapaszkodósat, úgyhogy ilyen szép sárga mintás egyenkárpittal van az ülés is mindegyikben. A fülke is teljes mértékben ugyanolyan, mint bármelyik másik KCV-ben. Ugyanazok a kezelőszervek, ugyanabban a sorrendben, és itt már a felújítottakba dukáló kényelmes vezetőülés jár. Ott az elején van egy keménységállító gombocska, azt kell tekerészni közvetlen az üléslap alatt. Időközben folytattam a munkát, kaptam még egy kocsit, ami szintén balesetben volt érdekelt, sérült. Ennek a Kőris utcánál gyalázták le az elejét.
így néz ki szerencsétlen, hát nem egy nagy sérülés, csak dolgozni kell vele. És ez a mai Jászai Mari téri tartózkodásom, mindjárt keleti vissza, és megyek kocsiszínbe. Rám is fér, mert délben kezdtem, túlórában egyébként, mert negyed órával előbb kellett indulni, mint amikor eredetileg kezdtem volna. Folytatom a munkát teljes lelkesedéssel, mint bármikor máskor is. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a rövid szösszenetet, és sziasztok!